Néhány hete adták át a kerékpárutat a Kállói úton, azóta már itt is biztonságosan közlekedhetnek a biciklisek. Jó ír, hogy belőlük egyre több van a megye székhelyen, így mondhatni kihasználtak a számukra készült aszfaltcsíkok. A napokban még inkább a középpontba kerülnek a bringások, most rendezik ugyanis az Európai Mobilitási Hetet. Ennek része a szerdai autómentes nap is, melynek két nyíregyházi helyszínén, a Kossuth téren és a Bújtosi Városligetben természetesen a két keréken közlekedőknek szóló programok játsszák a főszerepet. Talán a legkiemelkedőbb a felvonulási programunk, 16 óra 30 perckor veszi kezdetét. Ez abból a szempontból is fontos, hogy ugye Nyíregyházán már nem kerül megrendezésre a kritikámász, de mi úgy érezzük kerékpárosokként, hogy magát ezt a kerékpáros tömeget, hogy mennyien vagyunk, hogy együtt vagyunk, ezt mindenképpen meg kell mutatnunk a városnak, egymásnak, hiszen egyfajta közösséget is alkotunk mi kerékpárosok. Természetesen lesznek kísérő programok is, ilyen például a kerékpáros ügyesség és kresszpálya, ez a Bújtoson kerül majd kitelepítésre, szintén kerékpárosoknak, főleg fiataloknak szól ez a program, hogy tanulják a kreszt, ismerkedjenek a fontosabb szabályokkal. A rendőrség is kitelepül a város főterére, kerékpáros kreszt programokkal és bike safe regisztrációval készülnek. Lesz emellett autós baleset szimuláció, különböző sportbemutatók és versenyek, valamint a Vörös Kereszt is képviselteti magát hősképző programjával. Az esemény célja ezúttal is az, hogy felhívják a figyelmet a levegő tisztaságának megőrzésére, illetve a környezetbarát közlekedésre. Utóbbit szolgálja a Nyíregyházán tavaly üzembe állított 41 gázüzemű autóbusz, amelyekhez telephely is épülhet a közeljövőben, ahogy a menetrendhez is hozzányúlhatnak, és más fejlesztések is várhatóak a tömegközlekedésben. Nagyon sok modernizációt is terveznénk itt az időbe hozni. Arra gondolok én, hogy azon kívül, hogy elektronikus jegyrendszer bevezetése, ahhoz GPS alapú követés, tehát autóbusz követés. Tehát ezek a fő elemek, ami miatt azt remélem, vagy mi miatt azt reméljük, hogy vonzóbbá válhat majd a tömegközlekedés. Jobb, áttekinthetőbb lenne a menetrend maga, tehát nem olyan típusú menetrendi forma lenne, mint ami ma valaki kezébe vesz egy menetrendet, látja, hogy elég bonyolultnak tűnik, ezt is próbálnak letisztítani. Tehát ezek az elemek, ami azt gondolom, hogy hosszú távon segítheti azt is, hogy a jelenleg viszonylag romló utasforgalom, vagy utasforgalom szám javulna a következő időszakban. A kerékpárút hálózat további fejlesztése is tervben van, ehhez kapcsolódóan pedig a szemlélet formálása is nagy hangsúlyt fektetnének. Ez a szerdai Európai Autómentes Napon is szerepet kap, amelyet 14 és 18 óra közötti már 18. alkalommal rendeznek meg Nyíregyházán. Közben a vonattal közlekedőknek jó hír, hogy vasárnap ingyen utazhatnak azok, akik felmutatják kocsijuk forgalmiát. A kerékpárosok pedig egész héten ingyen szállíthatják kétkerekű járműveiket a MÁV Start és a Gyesev járatain.